Na, szevasztok és sziasztok, én Salátok, én Zervek, és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraft-ba. Máma megmutatom nektek, hogy hogyan kell a víz alatt lélegezni 1.16-ban. Igazából nagyon egyszerű, nem kell hozzá légzési poti, meg az a kocka cuccos, amit nem tudom, től földrágtott. Tudsz lélegezni egész végig a víz alatt, meg semmi. Na most létre is hozok egy új világot, legyen például az a neve, hogy Saláta. És... ja, hozzuk létre. Na most, hogy be is töltöttem a mi kis világunkat, hát most nagyon laggol. Van itt rögtön nekünk egy ilyen kis víz. Akkor ezen fogjuk leszeszteni, igazából nem kell hozzá semmi, csak egy kis fa, srácok, szóval ezt júj, de laggolok, ezt szépen ki is ütöm, most nem tudom mi az oka azért, hogy így laggolok, na mindegy, akkor így kell hozzá, még egy fa, vagy egy már elég lett volna, nem tudom, na mindegy, ezt pedig akkor átészeljük, ugye, ilyenné, elég tudjátok, szóval ez egy crafting table, ez talán nyilvános volt, és hát akkor ezt ide lerakjuk szépen, aztán craftunk belőle botot. Ezt a botot egyet ide rakunk, meg egyet ide, és egyet ide középre. Igen, és hát ez kell igazából hozzá, nem kell hozzá ugye a fákja, mert az ugye már nem működik, régebben a fákjával csinálták ezt. És hát ez igazából tényleg működik 1.16-ban, bocsánat azért, hogy ennyire laggolok. És akkor most ide lejövök, ténylegesen. Ezt akkor ezt ide lerakom. Várjátok, ezt akkor így ide. Ezt kinyitom. És akkor itt ténylegesen kapok levegőt, srácok, 1.16-ban. Szóval elég hozzá csak kettő fa. Szóval akkor remélem tetszett. Ha ez hasznos volt a számodra, akkor légy szíves, oszd meg a barátaiddal, és hagyj el itt egy lájkot. És ha esetleg még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára. Na de akkor találkozunk legközelebb. Viszlát és hello!